Három egyetem közösen fejleszti az egészségtudományi képzést. 3 milliárd hatékonyság és versenyképesség növelésre. 300 diák kezdte meg kedden a nyári munkát. Az önkormányzat intézményeinél, cégeinél dolgoznak. 150-en regisztráltak online a Mária Gyüdi ifjúsági találkozóra. Bárkit szívesen láttak a szervezők. Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, ez a pont ma, július 1-én kedden. Tartsanak velünk! Az egészségügy fontos része a társadalomnak. Ennek fejlesztésével kívánja a kormány az egészségügy színvonalát emelni. Ebből indul ki az az Európai Uniós projekt, amely során a debreceni, szegedi és pécsi egyetem közösen fejleszti az egészségtudományi képzést. Összesen 3 milliárd forint jut hatékonyság és versenyképesség növelésre a vidéki egészségügyi felsőoktatásban. Az oktatásfejlesztés vonatkozik az orvostanhallgató, a rezidens, a szakorvosképzésre, vezetőképzésre, és a legmagasabb vezetők is rászorulnak továbbképzésre. Erősíteni kívánják az idegen nyelvű oktatást. Az is egy cél, hogy meggátolják az orvoselvándorlást. Egy minőségi oktatással és az oktatók jobb megfizetésével ez a probléma is enyhülhet. A három egyetem közül a menedzsmentet és a koordinálást a Pécsi Tudományegyetem végzi. A három egyetemnek azonosak a gondjai. Vannak különbségek, de döntően a gondok azonosak, és ha a feladatokat egymás közt jól el tudjuk osztani, akkor mindhárom egyetem profitál abból, amit a másik csinál, és ezáltal hát fejlődik, minőségébe javul az orvosképzés minden szintje. 5 új rabszállítót kapott a büntetés végrehajtás. A járműveket hétfőn adta át Tasnádi László rendészeti államtitkár a szervezet központi anyagellátó raktárában Budapesten. Az egyik jármű a pécsi börtön munkáját fogja segíteni, írja a Bama. Amint egy 250 millió forint értékű beruházással már összesen 908 fogvatartott egyidei szállítására nyílik lehetőség. Az 5 gépjármű a fővárosi, a pécsi, a kaposvári, a nyíregyházi és a szegedi börtön munkáját fogja segíteni. A büntetés végrehajtás tájékoztatása szerint decemberig további 3 szállítójárművet vesznek át. Megveszi a magasház bontási tervét a város, így hamarosan kiírhatják a közbeszerzést az épület eltüntetésére. Szerdán dönt az ügyletről az önkormányzat gazdasági bizottsága. 15 millió forintot ad Pécs a tervekért. Azt még nem tudni, mikor kezdődik és meddig tart majd a munka. A 25 emeletes helyén várhatóan parkot alakítanak majd ki. Láncfűrésszel darabolják a pallókat a pécsi magasháznál. Ezekből a darabokból készül az új kerítés az ingatlan körül. Minden olyan rés, ahol emberek be tudnak jönni, az meg fog szűnni. Tesszük ezt annak érdekében, hogy még biztonságosabb legyen a magasház környezete. A kerítésre egyébként éjszakai jelzőfény kerül majd kialakításra, belül pedig egy nagyobb reflektorral kerül majd kivilágításra a terület. Az éjszakai őrséget megduplázzák. Ők a kerítésen belül és kívül is járőröznek majd. Így biztosan nem juthat be hivatlanul senki az életveszélyesnek nyilvánított 25 emeletesbe, mondja az alpolgármester. Fontos döntés előtt áll az önkormányzata a bontási munkák elindításában. Erről is beszélt Csizi Péter. Fölvettük a kapcsolatot a Maros terv építészével, Maros József úrral, annak érdekében, hogy az általa már elkészített és a kormányhivatal által jóváhagyott bontási terveket megszerezhesse a város. Jogi lehetőségünk van arra, hogy a szerdai gazdasági bizottság tud erről dönteni. 15 millió forintot adna az önkormányzat a bontási tervekért. A város gazdasági bizottságának kell megszavaznia az adásvételt. Ezután írhatják ki a közbeszerzést a bontásra. Egyébként Maros József építész volt az, aki korábban a magasház megerősítési tervét készítette. Most ezek alapján készíthette el a 25 emeletes bontási munkáinak menetét is.
hiánypótló és egyben egyedülálló kezdeményezést indított útjára a Pécsi Tudományegyetem azért, hogy az első éves hallgatóit támogassa. A legelső szemeszterüket alapképzésben és osztatlan szakon megkezdő hallgatók számára létrehozták a PTR rektori ösztöndíjat, amelyet idén immár hagyományteremtő módon ismét meghirdetnek. Ezt az első 100 legmagasabb pontszámot elért nappali tagozatos önköltséges alap és osztatlan szakra felvételt nyert hallgatók kapják. Mértéke 100 000 forint, melyet az egyetem a diák költségtérítéséből ír jóvá az első tanulmányi fél évben. A második fél évtől a hallgatók már a PTL tehetség tanulmányi és szociális ösztöndíjaira is pályázhatnak. Több 10 000 liter házi tejjel lesz kevesebb Pécset. A két szállító cég ugyanis beszünteti ezt a tevékenységét. Az üzemeltető pécsváradi agrárcég 5 éves uniós pályázati támogatása lejárt. A nyereségességhez mintegy 20%-kal kellene drágábban árulniuk a tejet. Csak nem 30 000 liter tejet adtak el egy hónapban Pécset, amennyit a Boci Mobillal a Bicsérdi Aranymező ZRT is Baranyában. Ők júliustól szüntetik be a közvetlen értékesítést. Mindketten literenként 200 forintért adták a tejet. A megyében egy borjádi és egy magyar széki cég szállít még tejet autóval. Ha lesz rá igény, valószínűleg meg tudják majd oldani Pécsen is. Az imént látott témában mai vendégünk Szabó Zoltán, dietetikus, szakoktató a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karán. Szeretettel köszöntöm a Pontma stúdiójában. Hát megszerettük a házi tejet, ugye, és főleg itt Baranyában van most egy ilyen probléma, hogy kevesebb lesz belőle, de majd igyekeznek megoldani ezt a problémát is, kitűnt ugye az előbbi kis összeállításból. A házi tej és a bolti tej összetétele között mi a különbség? Ízre érezzük, de van-e valójában valamilyen összetételben, alkotóelemekben különbség közöttük? Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy összetételét illetően nincs jelentős különbség a két féle tej között. Valóban, ahogy tetszett mondani, a beltartalmi értékében az íz az, ami inkább dominál, tehát ahogy érezzük, ugye a bolti tejnek lehet egy kis mellékíze, vagy nincs annyira tejíze. Ugye ez főleg az alacsonyabb zsírtartalmú bolti tejekre vonatkozik, illetve a házi tejnek egy ilyen zamatosabb, kellemesebb, frissítőbb íze van. Gyakorlatilag betartalmi értékét tekintve, hogyha veszik a különböző makrotápanyagokat, tehát fehérje, zsír, szénhidrát tekintetében, ugyanazt az ingadozást lehet látni, ami ugye fiziológiás, tehát ugye a tehén táplálkozásától függ gyakorlatilag, hogy mégis milyen intervallumban mozog a tejnek a beltartalmi, milyen intervallumban mozognak a tejnek a beltartalmi értékei, és ezen kívül nincs igazából más különbség. Ami talán még egy kicsit említésre méltó, hogy a különböző biológiailag aktív vegyületek, amelyek ugye általában hőre érzékenyek, azok talán nagyobb mennyiségben lehetnek jelen a házi tejben, még ugye bár kíméletes, de mégis hőközlést igénylő tartósítási eljárások ezeknek a vegyületeknek a számát, illetve a minőségét azt tudják rontani. Most már így megkörnyékezte a válaszában azt a következő kérdést, hogy mi a különbség a házi tejnek a, lehet, hogy nem jól mondom, a pasztörözése, illetve a fertőtlenítés előkészítése, illetve a gyárilag készített tej között. Tehát mennyire steril mondjuk egy házi tej, és mennyire van túl feltöltetve mondjuk egy bolti tej? Hát a bolti tejek között is azért célszerű különbséget tenni, tehát már számos technológia létezik arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet, illetve hogyan kell egy tejet ugye tartósítási eljárásnak alávetni. Én például mondjuk a két leggyakrabban alkalmazottat emelném ki, ugye amit szoktunk találkozni, a kis dobozos tej, ugye az UHT, gyakorlatilag nagyon sokáig eltartható. Ez éppen annak köszönhető, hogy rövid ideig a tejet nagyon magas hőmérsékleten tartják, utána lehűtik, és ezt rögtön egy zárt rendszerben ugye beleteszik ebbe a dobozba. Ezáltal káros reakciók nem, vagy csak nagyon minimális mennyiségben játszódnak le ez alatt a technológia alatt, és gyakorlatilag csíramentessé válik a tej, és ezáltal nagyon hosszan eltartható, adott esetben hűtés nélkül is. Ami egy kicsit kíméletesebb, bár még mindig igényel hőközlés, de már nem olyan sokáig és nem olyan magas hőmérsékleten, ez az úgynevezett ESL technológiával készülő tejek,
amelyek ugye annyiban különböznek ezektől az UHT tejektől, hogy ezeket hűtve kell tárolni, de ha hűtve tároljuk, akkor is legalább egy 21 napig biztos, hogy eltarthatóak. A házi tejjel az a helyzet, hogy itt például Baranyában egy vállalkozóval beszélgettem erről, és ő úgy tájékoztatott, hogy ők a fejést követően azonnal zárt rendszerbe, maga a fejés is egyébként zárt rendszerben történik, és azonnal 4 fokra hűtik ezt a tejet. Ugye ezáltal ők tudják garantálni ennek a tejnek a mikrobiológiai stabilitását egy ideig, és ebben a zárt rendszerben kerül majd aztán ugye újra elosztásra, és ugyanilyen zárt, tehát ez a fontos, hogy ezt a 4 fokot ezt megőrizzük, ugye, mert ez az a hőmérséklet, amin a mikroorganizmusok zöme az nem, vagy csak nagyon lassan tud szaporodni. És amikor igazából a fogyasztó oda járul mondjuk egy teljes autóhoz, vagy egy automatához, akkor ő már ezzel a 4 fokos, folyamatosan 4 fokon tartott tejjel találkozik, és hogy onnantól kezdve mi történik egyébként a tejjel, az már a fogyasztónak a felelőssége. Ugye a tej az nagyon fontos táplálék az életünkben. Egy felnőtt embernek a napi tej, illetve tejtermék fogyasztása mennyi kell, hogy legyen? Azt szoktuk mondani, illetve az a szakmai előírás, hogy naponta legalább 1/2 liter tej, illetve azzal egyenértékű tejtermék fogyasztása az, ami javallott. Ugye egyébként változott az ajánlás, mert korábban azt mondtuk, hogy 1/2 liter tejfehérjéjét kell alapul vennünk, most már inkább a kálcium tartalomra szegeződik a hangsúly, hiszen Magyarországon például az oszteoporózisban szenvedők aránya az nagyon magas, egyes források szerint akár a teljes lakosság 20%-a is érintett lehet, de legalább 1 millió fő az, aki csontritkulásban szenved. A tekintetben a tej egy rendkívül kiváló táplálékforrás, mármint a kálciumbevitel szempontjából, hiszen azok a tényezők, amelyek mondjuk például a kálciumnak a hasznosulását elősegítik, ilyen mondjuk a tejcukor maga, vagy ugye a tejben lévő D-vitamin, ami a felszívódást tudja segíteni, illetve amilyen formában ott a kálcium jelen van, az mind-mind-mind pozitívan hat erre a kálcium egyensúlyra, és ugye ez még hozzájön az, hogy a magyar lakosság sajnos a kálcium tekintetében nem áll a legjobb helyen, ugye nyilván ezért sok az ebből fakadó megbetegedés is, hogy igazából mi ezt szoktuk javasolni, ezt a napi 1/2 liter tejet, vagy aki ugye nem tudja fogyasztani, azt azért szívesen elmondom, hogy ez a kisebbik része a népességnek, tehát például a tejallergiával a megszületett gyermekek alig 2%-a rendelkezik, illetve ez is idővel kinőhető. Tehát a másik rész pedig a laktózérzékenység, ugye amikor maga egy alkotó, ugye a tejcukor, illetve az annak a bontásából adódó hiányosság okoz panaszt, ez szintén ebben az esetben is egyébként vannak olyan tejtermékek, amelyek kifejezetten ajánlhatók. Tehát még ekkor sem szoktuk azt mondani, hogy ezeket a termékeket kerülje el az ember. Köszönöm szépen Szabó Zoltán, hogy a Pont ma vendége volt. Kedden szerződéskötéssel indult Pécsett a nyári diákmunkaprogram, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium hirdetett meg. Ennek keretében 16-25 év közötti fiatalok kaphatnak a helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél munkalehetőséget. 300 diák érkezett kedd reggel a Városházára, hogy a szerződéskötés és eligazítás után elkezdje a nyári munkát. Többen már tavaly is dolgoztak a város intézményeiben vagy cégeinél a nyár folyamán. Ha minden jól megy, akkor 2 hónapot fogok dolgozni. Tavaly festettünk az idősek otthonába, és játszótereket ástunk föl, meg gazoltunk. Az önkormányzat 21 napos szerződést kötött a fiatalokkal, amit később akár meg is hosszabbíthatnak. Egyelőre azonban egy diáknak 3 hetes biztos foglalkoztatást tud ígérni a városvezetés. A város intézményeiben és a város cégeinél fognak tevékenykedni. Tettye forrásháznál, a palackozó üzemben, a Pécs Holdingnál, az ingatlanok karbantartásánál, Szivárvány gyermekházban, a nyári napközi pedagógiai feladatainak segítésében, az önkormányzatnál, közterületi játszóterek karbantartása, felújítása programokban és a hivatalban adminisztrációs és selejtezési feladatokban segítkeznek majd. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik július 1-jével betöltötték a 16. életévüket, augusztus 31-én pedig még nem múlnak el 25 évesek. Akik még nem tették meg, regisztrálhatnak a munkaügyi központban.
A támogatás a minimálbér, illetve a garantált bérminimum időarányos részének felel meg, így a szakképzettek esetében 88.500 forint, a szakképzettséggel nem rendelkezők esetében 76.125 forint lehet személyenként és havonta a támogatás. 150-en jelentkeztek eddig a hétvégi Mária Gyűdi ifjúsági találkozóra. Férfi-női identitás, párválasztás, szerelem, házasság, szexualitás és gyermekvállalás, vagyis a párkapcsolat témakört járják körül a 32. találkozón. Hétvégén 16-35 év közötti fiatalokat várnak a szervezők. A nagymúltra visszatekintő rendezvényt Nagy Norbert atya irányításával a Pécsi Egyházmegye ifjúsági referatúrája szervezi. A Nem jó az embernek egyedül lenni motto jegyében előadások, kiscsoportos beszélgetések, műhelyek és vitafórumok lesznek, az estékre pedig táncházzal, imaórával, játékokkal és egyéb meglepetéssel készülnek a szervezők. Az online jelentkezés már lezárult, így a később regisztrálóknak étkezést nem tudnak biztosítani, de bárki bekapcsolódhat a programba, akár csak egy napra is. Ugye a Mária Gyűdi ifjúsági találkozó minden évben megrendezésre kerül, és mindig más a téma. Idén a párkapcsolat jegyében lesz egy fő előadásunk szombaton 10 órakor. Ennek lesz aztán egy kis csoportos feldolgozása. Délután pedig különböző műhelyek. 13 különböző előadó, házaspárok, szakemberek, közösségek képviseltetik magukat, és akkor velük lehet majd beszélgetni. Egy héttel a pécsi 11. egyetemi birkózó világbajnokság rajtja előtt 27 ország 250 birkózójának neve szerepel a torna regisztrációs rendszerében. A magyar keret legfőbb aranyesélyese, háromszoros Európa bajnokunk Lőrinc Tamás. A legújabb lista alapján látszik, hogy Bulgária és Ukrajna a lehető legjobb csapatát küldi Pécsre. Az oroszok ugyan nem az első vonalbeli kiválóságaikkal érkeznek, ám így is kiemelkedő birkózókat neveztek. Ázsiából, Japán és Mongólia, Amerikából, az Egyesült Államok és Kanada, míg Európából Lengyelország, Moldova és Törökország a legjobbjaival vesz részt a világbajnokságon. A 22 birkózót számláló magyar keretben 8 jelenlegi felnőtt válogatott kapott helyet. A világbajnoksága Lauber Dezső sportcsarnokban július 8-án 14 órakor a szabadfogásúak selejtezőivel kezdődik. Híradónk végén következzenek főbb témáink, még egyszer röviden. Három egyetem közösen fejleszti az egészségtudományi képzést. 3 milliárd hatékonyság és versenyképesség növelésre. 300 diák kezdte meg kedden a nyári munkát. Az önkormányzat intézményeinél, cégeinél dolgoznak. 150-en regisztráltak online a Mária Gyűdi ifjúsági találkozóra. Bárkit szívesen láttak a szervezők. Ez volt a Pont Ma, a Pécs TV hírműsora. Kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!